Nem volt könnyű feladat a Rudolfnak. Az OKTV első fordulóján írásbeli emelt szintű tananyagból adott számot tudásáról. A második fordulóba egy pályamunkát kellett beküldenie. A 11-es diák a megtévesztések, kétértelműségek, manipuláció szándékok nyelvi megjelenései a sajtóban című témát dolgozta ki. Maga az OKTV-nek van pályázatos és nem pályázatos része. Ugye a nem pályázatosok azok kétfordulósok, a pályázatosok háromfordulósok. Tulajdonképpen én élveztem. Volt egy időszak, amikor meginaktam, de végül folytattam. A utolsó forduló, ami már Pesten volt, az teljes mértékben élmény volt, nagyon jó élmény volt, úgyhogy tetszett. A tanulót Novák Katalin készítette fel. Ő javasolta neki, hogy induljon el, mert van hozzá tehetsége. A pedagógus úgy véli, az iskolának is nagy dicsőség, de fontosabb az, hogy a versenyzőnek mennyit jelentett ez az eredmény. Annyira lekötötte, érdekes volt számára, hogy már most azt mondom, hogy talán szakot is választott, ami természetesen, hogy változhat még, de mégis adott egy olyan célt, ami hát nagyon becsülendő az ő esetében is, és értékelendő, és változás az életében, hiszen soha nem gondolta volna, hogy ide eljut. Doktorok, professzorok előtt állta meg a helyét 93%-os szóbeli teljesítménnyel. Az OKTV-n többnyire gimnazisták vesznek részt. Ebben az évben is a VSK volt az egyetlen technikum, ahonnan indítottak versenyzőt. Az iskolának is nagy öröm, hogy az ő diákjuk érte el ezt a kiváló eredményt. Mint Fisli István igazgató elmondta, a technikumoknál is cél, hogy felkészítsék a diákokat akár felső oktatási intézményekbe is. Azt azért tudni kell, hogy olyan nehéz családi körülmények között él tanulónk, hogy ez plusz érték, azt gondolom, hogy ilyen háttérrel, ilyen kimagasló eredményt ért el, és azért is szeretném az iskola szempontjából kiemelni ezt a kiváló eredményt, mert a szakképző iskolák egyáltalán nem igaz az, hogy csak szakmára készítenek föl. A tanulóra ösztönzően hatott a verseny. Tervei között szerepel, hogy egyetemre szeretne menni. Elsősorban a pszichológia iránt érdeklődik.